Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról részvevőket is. Én Vargáné Magdi vagyok, én vagyok a PPH egyik hetes szintű vezetője. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Zala megyében, Lentiben élek a családommal. A férjemmel, a gyerekeim felnőttek, kirepültek a házból. Egy fiam és egy lányom van, és három gyönyörű fiú unoka, amelyek bearanyozzák az életünket. A családi helyzetem, 42 éve élek házasságban. A PPH előtti foglalkozásom, pénzügyi tanácsadó voltam a PPH előtt egy biztosító cégnél. Ez a cég annyira nem volt etikus. Nekem akkor azt jelentette, egyébként 7 évig voltam ennél a biztosító társaságnál, amin nagyon sokat tanultam, és nem tagadom, hogy az ott tanultakat most nagyon jól tudom kamatoztatni ebben az üzletben is. De ez az üzlet, amivel most foglalkozok, ez számomra sokkal etikusabb, sokkal nagyobb biztonságot ad, mert nagyon nagy alapokra épült. Most jelenleg üzlettársakat keresek egy olyan vállalkozáshoz, aminek van múltja és jövője. A PPH Nyílt Akadémián képzései által fantasztikus, egyedülálló, páratlan üzleti lehetőséget kínál. Szedlacsik Miklós tanításai által, s mellette olyan minőségi életet lehet szertenni, amelyet most még el sem tud az ember képzelni, hogyha most kezdi el ezt a lehetőséget. És ehhez tudunk az embertársainknak segíteni, és ehhez keresek üzlettársakat. Jelenleg ezzel foglalkozom. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításra, amit a jövővel kapcsolatban mond. Ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadunk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra juthatunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben,
békében és boldogságban élni. Ezért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkocst, hogy jöjjön és tartsa meg a képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Na nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk, mit csinálunk. Hát van nekünk egy szolgáltatásunk, egyedülálló képzéseket tartunk azért, hogy fejlősztessenek az emberek egy sokkal jobb világ eléréséért. Tehát gondold végig, hogyha az, ami elkezdődött mondjuk 2020-tól, de hát már előtte is gondolhatod, hogy ugye az én korosztályom azt tudja, hogy régen, mit tudom én, a 20 évesek, a 30 évesek, a 40-esek, az 50-esek sokkal jobb hangulatúak voltak, mint most a 20-asok, 30 vagy 40 vagy akárhány évesek. Tehát sokkal jobb hangulatúak. Ezt, ha fiatal vagy és nem élted meg mondjuk a 60-as, 70-es vagy akár 80-as éveket, akkor nem tudhatod, hogy ez tényleg így volt. Tehát sokkal jobb hangulatúak voltak az emberek régebben, a 60-as években még jobb hangulatúak, mint a 70-es években. 70-es években ugye jobb hangulatúak, mint a 80-asban. Tehát inkább úgy mondanám, hogy egyre rosszabb és rosszabb hangulatúak az emberek. Tehát most nem azt nézzük, hogy az egyén egyre rosszabb és rosszabb hangulatú, hanem a korcsoportok egyre rosszabb és rosszabb hangulatúak. És gondold végig, ez a hangulatromlás, ez létrejött még inkább 2020 évelejétől. És azóta hirtelen ilyen ugrásszerű csökkenés volt a hangulatban. Na most azóta is folyamatos a hangulatromlás, és ha végig gondolod ezt, akkor hova jutunk? Mi lesz ennek a vége? Tehát ugye van egy szabály ezzel kapcsolatban, a szabály az, hogy ahol az emberek nem boldogok, ott jelen van az elnyomás. És az elnyomó, vagy az elnyomók, azok bőszen dolgoznak, vagy dolgozik. Oké? Na most. Tehát ha egy elnyomó esetében beszélhetünk egyes számról, több elnyomó esetében beszélhetünk többes számról. És egy olyan világban vagyunk, ahol ráadásul más szabály is érvényes, például az, hogyha a hatalomba bekerülnek az elnyomók, akkor a szociális embereknek annyi. Akkor kiépítik azt a hatalmi rendszert, ahol ellehetetlenítik a szociális emberek életét. Ugyanis az elnyomók pszichopaták. Oké. Szociopaták. És ők azt képzelik, hogyha ők boldogulni akarnak, akkor ahhoz el kell lehetetleníteni a környezetükben lévők életét. És akikkel ezt megtehetik, meg is teszik. És ennek a hatása egyre jobban érvényesül társadalmi szinten, évtizedről évtizedre. Tehát a legjobb hangulatú korszak egész Európában a 60-as évek voltak. Már a 70-es évek kevésbé jó hangulatú, 80-as még kevésbé. És így tovább, tovább, tovább. És mondom, egy hirtelen romlás az 2020-tól indult el. Na most gondold végig. Ha ezt teszik
bizonyos emberek a bolygón, akkor mi várható? Hát az várható, hogy egyre rosszabb és rosszabb lesz. Oké? Minél inkább hatalomra tesznek szert, annál rosszabb lesz az emberiség számára. Oké, és ez így van. Na most, ha jó emberek nem tesznek semmit, ez is egy szabály, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És ez mindig így volt a történelemben. Mindig. És tudjuk jól, hogy a történelem mit csinál? Ismétli önmagát. Így van. Tehát mi egyedülálló képzéseket tartunk, hogy fejlődhessenek az emberek, hogy visszafordítsuk ezt a folyamatot, és egy jobb világ legyen. Jó? Nézzük, mit csinálunk. Még elég tudást adunk az ember és az élet működéséről. Hiszen az ember és az élet működéséről az emberek nem kapnak elég tudást, hát akkor hogyan boldoguljanak? Mint látjuk, minél nagyobb az elbutulás, annál több az emberek problémája. Tehát használható tudásra van szükségük az embereknek. Magamról egy-két gondolat. 87-ben kezdtem el az emberekkel foglalkozni, 91-től van saját szervezésű csapatom, azóta folyamatosan. Tehát saját szervezésű, nem alkalmazottakról beszélek, az is volt olyan időszak, amikor alkalmazottaink voltak. De nem arról az időszakról beszélek, hanem a saját szervezésű csapat az nem az alkalmazotti gárda. Jó? Hanem amikor önként, idézőjelbe dalolva csatlakoznak hozzád emberek. Érted? És ez 91-től van így nálam. Azóta ahhoz, amit én létrehoztam, 93-tól több tízezer ember csatlakozott. Oké? 93-tól. Több százezer embernek vittünk el valami életjobbító lehetőséget. És de ilyen fantasztikus életjobbító lehetőséggel, amit most csinálunk, mint szolgáltatást, soha nem csináltunk. Tehát a világon a legszebb dolog, én ezt látom, én elég sok dologgal foglalkoztam, hiszen 4 piacvezetői pozíciót értünk el az elmúlt 30 évben, tehát 4 különböző területeken lévő piacvezetői pozíciót. Most is, amit csinálunk, abban piacvezetők vagyunk, és ez azt jelenti, hogy eléggé komoly tapasztalatokat értünk el. Amit csinálunk most, az 2009-től csináljuk, tehát 2009-ben kezdtem el, de bolygó szinten teljesen új dolgot kezdtünk el, amit még azóta sem tudott senki sem lemásolni. Oké? Tehát amit csinálunk, úgy, ahogy van, az teljesen egyedülálló. Mondhatjuk azt, hogy konkurenciamentes. Oké? Na most, én egész jó üzletembernek tartom magam, sőt, kiváló üzletembernek tartom magam, de egy olyan kiváló üzletembernek, aki mindig figyelembe vette, hogy az, amit csinál, az tisztességes legyen. Hát amiben legyen etika, természetesen, az etika rendben legyen. Na most lehet, hogy talán ezért is nem fejlődött úgy fel a szervezetem, mint a kevésbé etikus szervezetek. Mert ugye a kevésbé etikus szervezetek valamilyen formában, valamilyen szinten átverik az embereket. Na most az, hogy én átverjek embereket, az tőlem világ életemben távol állt. Soha semmit nem cselekedtem úgy az életemben,
hogy én most ezt az embert át akarom verni. Mondom, soha, még gyerekkoromban sem. Tehát az, hogy működünk, lehet nyugodtan keresgélni még egy olyan szervezetet a világban, amely 4 különböző területen piacvezetői pozíciót tudott elérni egy vezetéssel. Mondom előre, nem fogsz találni. Tehát nem fogsz találni. Ez azt jelenti, hogy ez egy igaz, egyedülálló a világon, hogy ezt meg tudtuk csinálni. Na nézzük még, hogy mit is csinálunk. Hozzásegítjük a tanuló partnereinket ahhoz a tudáshoz, hogy képesek legyenek szeretetben, egészségben és elismerésben, szabadságban és elég pénzzel élni. Tehát úgy is lehet megmondani, hogy hozzásegítjük a szeretet tudásához, az egészség tudásához, az elismerés gyakorlásához, a szabadság gyakorlásához, és az elég pénz eléréséhez az embereket. Miért? Mert a boldog élethez szeretetre, egészségre, elismerésre, szabadságra és elég pénzre van szükség. Nézzük azon túlmenően, hogy mit csinálunk. A tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy ajánlják a Nyílt Akadémiánál. A Nyílt Akadémia az a mi szervezetünk. A Nyílt Akadémiánál tanítjuk a tanulókat. Azt a PPH hozta létre. A PPH mögött ott vannak azok a szervezetek, amik az első lapon föl voltak sorolva, a bemutató első lapján. Ott volt elsősorban ugye a Hunor Trade Zrt. Tehát zárt körű részvénytársaság. És a Nyílt Akadémia, illetve a Tanoda 2000 Kft. Tehát ez a két szervezet van az egész rendszer mögött, tehát ez a két szervezet hozta létre a Nyílt Akadémiát, hozta létre a PPH-t. Ez a két szervezet Szedlacsik család tulajdonában van. Teljes egészében. Oké? És kezdetektől a Szedlacsik család tulajdonában van. A PPH által nyújtott kiváló és egyedülálló láncépítő üzleted révén szabaddá válhatsz, azaz oda mehetsz, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradhatsz, ameddig akarsz. Tehát mit nyújtunk az embereknek? Az imént felsoroltam. A szeretet tudását és használatát, az egészség tudását és használatát, az elismerés tudását és gyakorlását, használatát, a szabadság elérését és fenntartását, és az elég pénzt. Valakinek az elég pénz az több, valakinek az elég pénz az kevesebb, vagy még több. Oké. Okay. Szóval, kinek mennyi az elég? Annyit. Érted? Tehát azt nem kínáljuk, hogy te olyan legyél, mint a milliárdosok a világban, hogy a világ pénze nem elég nekik. Jó? Tehát nekik soha nincs olyan, hogy elég. Soha. Tudod miért? Mert olyan mértékű tisztességtelenség van benne, bennük, hogy olyan mértékben akarják kizsákmányolni az embereket, hogy ők a végtelenségig gazdagodjanak. Ezért nekik soha nem elég annyi,
amennyi van. Tehát az ő életükben nincs olyan, hogy elég pénz. Oké? Okay? Tehát akármennyi pénz, az nekik akkor is kevés. És akkor nézzük még, hogy mit csinálunk. Tehát vannak rendszeres képzéseink. Minden szerdán és minden vasárnap. Nem teljesen ugyanabban az időben, mert különbözik a szerda és a vasárnapi kezdés. Vasárnap, ugye mai nap is vasárnap van, 16 óra 30-kor kezdünk, magyar idő szerint. Csak azért mondom, hogy magyar idő szerint, mert a világ elég nagy részén, sok pontján vannak tanulóink. Jó? Tehát mondhatjuk azt, hogy a világ országainak jelentős részén vannak tanulóink, sajnos nem mindenhol, még sokan. Oké? Okay. Szóval, nézzük, meddig tart. Tehát ezek a képzések általában 3-3 és fél órások. Jó? Tehát azt kiszámolod például vasárnap 4-9-ig. Akkor nézzük a szerdát. Szerdán mindig 18 órakor kezdődik, és tart 4-10-ig. Mindig két megkülönböztetése van a képzésünknek, van közte egy szünet, van egy díjmentes rész, és van egy képzés részünk. A képzéssel még szakmát is adunk az embereknek. Ez a szakma coach szakma. És a legkiterjedtebb coach képzést nyújtjuk ma a világban. 9 évnyi coach képzést tudunk nyújtani. 25 nagyon nagy témánk van, egy téma, az általában több vagy sok hónap. Oké, okay, több vagy sok hónap. Így van. Hát volt már 8 hónapos képzésünk is. Jó? Most is, amit csinálunk, a gyereknevelés, traumakezelés, kócsképzést, 4. hónapja gyúrjuk. Szóval, 30 óra a havi képzés, az értéke, piaci értéke, tehát ezt máshol akarod megkapni, ezt a tudást, 30 órányi ilyen típusú tudást, nyisd ki a bukszád, és fizess ki 200 ezer forintot érte. Oké? Okay. Nálunk az első hónapban ez egy nagyon kedvezményes összeg, ez mondhatjuk egy akciós díjunk, 19.700 forint. Az első hónapban, tehát ennyi a díja a 30 óra képzésnek. Ezt visszaosztod, 660 forint, 660 valahány forintra jön ki óránként. Vagy 650 valahány forintra jön ki óránként. Tehát ez azt jelenti, hogy semmilyen képzést senki nem kap ezen a bolygón, átszámítva 660 forintért. Oké? Okay. Óránként. Nemhogy személyiségfejlesztő képzést nem kap. Semmilyen. Akkor nézzük tovább. Vagy coach képzést nem kap. Semmilyen képzést. A második hónaptól a havi képzésünk az még kedvező, 12.500 forint. Ha ezt visszaosztjuk, 420, tehát nem egész 420 forintra jön ki óránként. Na 420 forinten meg aztán még úgy se kap semmit. Hát a 420 forinten lassan egy fél kiló kenyeret kapsz, érted? Vagy már annyit sem. Oké? Okay. Szóval, a legkedvezőbb díj a képzések. Akkor nézzük tovább. A képzéseinket igénybe veheted. Személyesen a helyszínen. Oké? Okay?
akkor igénybe veheted az interneten keresztül élőben, a weboldalunkon keresztül. Igénybe veheted az interneten keresztül rádión és videón, oké? Akkor igénybe veheted felvételről, szintén rádión és videón, sőt, le is töltheted ezeket. Jó? Ezt mind a weboldalunkon keresztül tudod megcsinálni, tehát a weboldalunk használata nagyon javasolt. A weboldalunkra egyszerűen fogod és bejelentkezel mindenféle kötelezettség nélkül. Tehát díj és kötelezettség nélkül használhatod a weboldalunkat, de természetesen csak tanulónként férhetsz hozzá mindenhez. Oké? Tehát aki csak beregisztrált, a weboldalunk használata korlátozott. Oké? Akkor nézzük tovább. Tehát ezek a képzések rendszeresek, minden szerdán, minden vasárnap. Nincs szabadság, nincs szünetelés, egész évben van. Akkor itt szerdán vagy vasárnap, ha az éppen vagy karácsony, vagy szilveszter. Slussz. Egész évben rendszeresen van szerdán és vasárnap. Érdemes mindenkinek személyesen részt venni, legalább havonta egyszer. Nyilván valaki a világ túlsó felén van, ezt nem tudja megtenni. Ezért ugye hozzáférést kap természetesen ahhoz a képzésünkhez is, amit havonta egyszer tartunk. A havi egy képzésünk az 11 órától este 6-ig tart. Minden képzésünk után van lehetőség arra, hogy beszélgessenek a vezetőjükkel a tanulók. Oké? Nyilván ezt az élőben tudják megcsinálni. Természetesen. Tehát a képzésekről még fogok beszélni. De nézzük, tehát tanítunk embereket, de nem csak tudást adunk, hanem gyakorlási lehetőséget. Amelyek által nem csak az ember elméletet tudhatja, hanem begyakorolhatja azt, amit tanult. Tehát ennek a tudásnak a révén képes lesz az ember az emberismerethez, képes lesz az élethelyzetek helyes kezelésére, a problémák megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására. Tehát te hiába fejlődsz egyedül, ha környezetedet nem segített hozzá, hogy fejlődjön. De tudod, mit fog csinálni a környezeted? Lehúz téged, visszahúz téged, nem akarja, hogy te fejlődj. Ha nem éred el, hogy ők is tanuljanak és fejlődjenek. Tehát, hogyha ezen a bolygón csak kevesen fejlődnek, kevesen tanulnak, a rossz eluralkodik a bolygón, ahogy eddig is történt, csak hozzáfűzném, hogy még jobban fog eluralkodni a rossz a bolygón. Tehát itt arra van szükség, hogy az emberek tömegesen fejlődjenek. Ha az emberek megtanulják ezeket a dolgokat, tudjátok, mit látunk? Azt látjuk, hogy még meg se tanulták, csak használják, amennyit tudnak. És elkezd az életük jobbá válni. Elkezd szeretetteljesebb lenni az életük, elkezd békésebb lenni az életük, elkezd boldogabb lenni az életük, elkezdik az együttműködést másokkal, és ez létre tud hozni egy szeretett korszakot. Egy olyan szeretett korszakot, ahol az emberek élhetnek szeretetben,
békében és boldogságban. És ennek hát vannak szigorú feltételei, az azt jelenti, hogy mi a szigorú feltétel? Hogy 2035-ig ezt az emberiségnek meg kell csinálni. Oké? Okay? Mert addig van még határidőnk nekünk embereknek, mert ennek a típusú, működésű emberiségnek ott lesz a vége. Oké? Okay? Nekem vannak olyan képességeim, hogy információt kapok a fentiektől arra vonatkozóan, hogy mi várható mindig. Ezt a képességemet használom, illetve megkaptam pár évtizede, és azóta érdekes módon minden úgy történt, ahogy nekem küldték, és ahogy nektek elmondtam. Oké? Nem kell ebben hinni, de én azt mondom, hogy jobb, ha fölkészülsz, jó? Vagy a jóra, vagy a legrosszabbra. Oké? És akkor nézzük tovább. Tehát mondhatjuk azt, hogy 2035 nagyon közel van. Nagyon. Tehát kaptál egy utolsó esélyt a szellem és a lelki fejlődésre. Oké? Okay? Na nézzük, milyen képzéseink vannak, illetve még azt, arra is rá tudunk nézni itt, hogy milyen területekre vonatkozik a képzés. Hogy tudjál bánni önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, továbbá a munkáddal, a pénzzel, a környezeteddel, a hatóságokkal és az Isteneddel. Ez mind fontos terület, kivétel nélkül. Nyilván, ha valakinek valamelyik terület már nincs, vagy még nincs, azért, hogy tudjon vele majd bánni, vagy esetlegesen tudjon másoknak segíteni abban, hogy ő tudjon bánni. Tehát én azért születtem erre a bolygóra, hogy azt a tudást, amit nekem küldenek a fentiek, illetve amit tanultam életemben, azt átadjam a minél több embernek. Én ezért vagyok, ezért létezem, hogy ezen a bolygón létrejöhessen az aranykor. És ezt egyedül én nem tudom megcsinálni. Nekem ebben társakra van szükségem. Társakra. Tehát olyan társakra, akikkel együtt tudok működni a jövőben, hosszú távon. Jó? Tehát hosszú távon. Na most ehhez, mivel úgy sikerült mindig a piacvezetői pozíciót létrehozni, hogy amögött volt egy üzleti ajánlatunk. Ezáltal számodra van egy üzleti ajánlatunk. Ide visszatérünk, jó? Ide. Méghozzá ide. Van egy olyan ajánlatunk, hogyha te tanulóként ajánlod másoknak, hogy jöjjenek tanulni, megvan a módszer, kiépített rendszer, mindenki van dolgozva, semmit nem kell kitalálni. Ha ajánlod, akkor onnantól, hogy az első ajánlást megcsinálod, te gyakorlatilag létrehozol saját magad számára egy PPH láncépítő üzletet. Tehát láncépítő üzlet. Ez a láncépítő üzlet azt jelenti, hogy időrendi sorrendben egymás alá lépnek az emberek. Láncszerűen. Ez egy lánc. Oké? Okay? Időrendi sorrendben. És minden ember után, aki időrendi sorrendben láncba bekerül a te csoportodba, azután te jövedelmet tudsz kapni. Függetlenül attól, hogy te szervezted, vagy ki szervezte, teljesen mindegy. Vagy valaki más. Oké? Okay? Tehát ez egy
üzlet is azoknak, akik ezt kihasználják. Akik nem élnek vele, azoknak nem üzlet, azoknak nem él az üzleti ajánlatunk. A mai világban én úgy gondolom, hogy nem árt, amikor egy elszegényedés van, egy másik láb, milyen láb? Hát egy láb az a jövedelem, amit keresel, az a munkahely, ahol dolgozol, az a vállalkozás, ahonnan származik a jövedelmed, az egy láb. Oké? Onnan származik a jövedelmed, és mivel ezt a lábadat kirúgják? Nagy esély van rá, hogy kirúgják, előbb-utóbb, akkor padlót fogsz, de ha van két lábad, van egy másik jövedelem forrásod, amit bármi mellett is lehet csinálni, akkor onnantól kezdve talpon tudsz maradni, ha az első lábadat kirúgják. Oké? Tehát ez a mai világban mondhatjuk azt, hogy létfontosság, hogy az ember ne álljon egy lábon a jövedelemszerzés tekintetében. De a jövedelemszerzés tekintetében egyáltalán nem mindegy, hogy milyen üzlet, mekkora arra az üzletre az igény. Volt három másik piacvezetői pozíció. Piacvezetői pozíció. Közel nem volt rá akkora igény, mint erre, amit most csinálunk. Ebben is piacvezetők vagyunk. Nem kezdők. 2009-ben kezdtük nyilvánosan az emberek oktatását. Én személyesen 93-tól tanítom az embereket. 93-tól. 95-től vezetőket tanítok. Vezetőket. Oké? Vezetőképzéseket is tartok. 95-től. Ami azt jelenti, hogy a tudás átadása az egy csodálatos dolog, és ebben is keresek társakat. A tudást nem egyedül akarom átadni, hanem veletek közösen. Oké? Kell hallaniuk másoknak a ti tapasztalataitok is, nem csak az enyémet. Oké? Minél több ember hallja, minél több ember tapasztalatát, annál jobb. Tehát van egy rendszer az egész mögé rakva, egy olyan rendszer, ahol van havi elszámolási rendszer. Megnézi a számítógép, hogy hány tanulót hoztál, hány tanuló lett a láncodba, kiszámolja a saját tanulóid után a jutalékot, kiszámolja a láncba behozott egyéb tanulók utáni jutalékot, ami számodra jár, és csinál róla egy elszámolást. Ezt hózárást követően a hó utolsó napja mindig a zárást, és a hó utolsó napja után egy-két-három napon belül megvan az elszámolás. És utána azt a jutalékot kiszámlázod. Oké? Van, akik ezt másod tevékenységként csinálják. Második lábként. Van, akik fél lábként csinálják. Az azt jelenti, hogy már a PPH üzletépítő lánca, vagy, tehát láncépítő üzlete, PPH láncépítő üzlete a fél lábú. És van mellette másik láb. Van, akinek csak a PPH már a fő lába. Oké? Tehát a nyílt akadémiánál tanulnak az emberek, a PPH maga az üzlet. Oké? Tehát neked lehet a tanulásod mellett ingyen egy üzleted. Ingyen,
hol kapsz te most ingyen üzletet? Érted? Hol? És olyat, ahol a jövedelmednek nincs felső korlátja. Hol kaphatsz? Ahol a piac korlátlan. Hol kaphatsz olyat, hogy korlátlan piac? Ahol nem kell meggyőzni valakit arra, hogy vegye meg azt a szolgáltatást, vagy egy terméket. Az embernek vagy fejlődik, és az a lehetősége, vagy nem fejlődik, és fokozatosan elhűl, majd feldobja a talpát. Ez a választás. Ha te az elhűlést és a lábfeldobást választod, arra nem tudok mit kezdeni, nyugodtan csináld. Jó? Nem kell elhinni azokat, amit mondok, de eddig bármit mondtam a jövőről, bejött. Oké? És nem a hasamra ütöttem. Jó? És nem jós vagyok, hanem egyszerűen a mondok dolgot. 14 év alatt bárki az élet és az ember működéséről kérdést tett föl, max. 3 percen belül megkapta a választ. Olyan emberek, akik embereket képeznek, föltettek nekem olyan kérdést, amire ők nem tudtak válaszolni, és 3 percen belül megkapták a választ. Jó? Ha nem hiszed, hogy van ilyen képzés, vagy ilyen képességem, eljössz, tanulsz itt, kommunikálsz velem, és meglátod. Oké? Olyan képességem van, tehát ilyen információkat is küldenek, hogy felmerül benned egy kérdés az élet és az ember működésével, mondjuk előadás közben, és előadás közben egy későbbi időpontban, tehát ebben az előadásban, csak mondjuk egy kicsit később, pár perc vagy pár 10 perccel később, megkapod a választ tőlem. Oké? Tehát nem tudom hány ilyen ismerősöd van, na, lehetsz az ismerősöm. Oké? Ha itt tanulsz természetesen. Jó, tehát kínálunk egy egyedülálló, tényleg fantasztikus üzletet, ami egy az egyben az emberekről szól. Érted? És ezt grátisba kapod a tanulásod mellé. Érsz vele? Nem érsz vele? Te felelőssége. Oké? Nem az enyém. Én felkínáltam neked, javaslom neked, hogy élj vele, hanem nem. Jó? Tehát mindenki van dolgozva. Nem kell kitalálni semmit. Jó? Mindenkinek van vezetője. A vezetőkhöz lehet fordulni a kérdéseiddel. Ha elakadsz, akkor fordulj nyilván a kérdéseidhez. Ha nem akadsz el, akkor mit kérdeznél? Jó? Hát persze, ha gyorsabban akarsz haladni, akkor is fordulhatsz el. Vezetőhöz a kérdésekkel. A világon körülbelül 30 millió ember tud magyarul. Keressük azokat a több nyelvű magyarokat, vagy magyarul tudókat, akik majd a jövőben átfordítják a magyar nyelvű tudást egyéb nyelvekre. Most is megtörténik ez, az interneten keresztül beállíthatod bármilyen nyelvre, a YouTube-on majd be lehet állítani, mert fordítva van, de ez a YouTube-os fordítás. Tehát, hogyha valaki nem elégedett mondjuk a YouTube-os fordítással, akkor például van az a lehetőség, hogy ismeri a nyelvet, tudja fordítani, de nem kell fordítani, hanem megcsinálja a fordítást a YouTube, ő csak kijavítja azt a fordítást, amit a YouTube megcsinált,
és utána azt rakjuk föl fordításnak a YouTube-ra. Tehát az nem nagy munka. Az a nagy munka, ha neked kellene lefordítani. Tehát írásban megkapod a fordítást. Oké? És egyszerűen bele tudsz javítani. Oké? Jó? Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag mondjuk egy-két óra alatt bőven ki tudod javítani az előadást. Mert nem sok hiba van benne, de nem feltétlenül érti a YouTube azt, hogy mit mondtam. Ja? Szakmai nyelven, meg aztán képzeld ezt a láncépítőt, hogy fogja érteni. Ja? Tehát egy csodálatos üzletünk van, a legszebb dolog az emberek fejlődését látni. Tehát én sajnálom azokat az emberek képzésével foglalkozókat, akik nem látják azoknak az embereknek a fejlődését, akiket oktattak. Márpedig én azt látom, hogy a legtöbb oktató, aki felnőtteket oktat, és aki az életre, vagy az élet egy bizonyos területére oktat, nem látja, hogy fejlődött a tanonca, vagy sem. Én ezt látom. És nem csak én látom, hanem a vezetők is, akik már vezetőként működnek, mint például a háziasszonyú Magdi is vezetőként működik, látja ő is, hogy a csoportjában fejlődnek az emberek, és természetesen hozzá is fordulnak a csoportjában lévő emberek tanácsokért, és látja, egy csodálatos érzés az ő számára is, hogy látja, hogy az emberek fejlődnek. Tehát egy olyan dologgal foglalkozunk, ami, ha nem lesz tömegesen fejlődése az embereknek, akkor ez az emberiségnek annyi. Oké? Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy a legfontosabb szolgáltatásunk van a világon. És nem fogsz találni még egy olyan üzletet a bolygón, amire más el tudja mondani, hogy a legfontosabb szolgáltatást nyújtom az embereknek. Amitől az emberiség sorsa függ. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak a képzést. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémián tanulni, mert az a mondat, találtam az interneten egy mondatot, ami szörföztem. És találtam az interneten egy mondatot, ami nagyon megfogott. A mondat az volt, hogy ember és életjobbítás. Ez mellett, a szöveg mellett ott volt egy férfi név és egy telefonszám. Én ezt a telefonszámot felhívtam, bemutatkoztam, ahogy illik, és megkérdeztem az úriembert, hogy van-e pár perc, hogy beszéljünk. Ez az úriember most itt ül az első sorban. Ő a vezető. Mondta, hogy van persze, nyilván pár percem, mert én pár percet kértem tőle, és az a beszélgetés másfél órás volt. Nyilván sok kérdésem volt, mert tudtam, hogy aki kérdez, az irányít. De nyilván neki is volt a kérdései. A beszélgetésünk másnapján én befizettem a 19.700 forintot a Nyílt Akadémia számlájára. És onnantól tanuló lettem, tanulói jogviszonyt kaphattam. Higgyétek el, ennek a 19.700 forintnak akkor 8 helye lett volna. Az életem nem volt egyszerű. A svájci frankos hitelt én is rátaláltam, mint ahogyan sokan mások. Aztán épp egy munkahelyváltásban voltam,
kerestem a lehetőségeket, és egy nagyon nagy csoda, ahova kerültem, életem egyik legjobb döntését hoztam, hogy a PPH Nyílt Akadémia tanulója lettem. 4 éve vagyok tanuló, most jelenleg egy vezetői képzésen veszünk részt, vezetőtársaimmal együtt, ahol Szedlacsik Miklós tanítása által még jobb és sikeresebb vezetők legyünk, és hogy az üzlettársainkat még jobban tudjuk segíteni az életükben, tudjuk nekik tanácsokat adni, ha elakadnak az életben. Mikor 3. alkalommal vettem részt a vezetőképzésem, akkor úgy hozta az élet, hogy az a vezetőképző igazam volt. Ez, igen. És akkor ugye ugyanúgy pénteken kezdődött a képzés. Szombaton egy hölgy elmegy mellettem, és azt mondja nekem, hogy Magdi, olyan jó, hogy mosolyogsz. 2. nap megint azt mondja nekem, elmegy mellettem, még annyira nem is ismertem őt. Azt mondja nekem, hogy Magdi, olyan jó, hogy látlak, hogy mosolyogsz. És akkor úgy meglepődtem, mondom, Úristen. És mondom, ha már ezt mondta, visszakérdeztem. Mondom neki, legyél kedves megmondani, hogy mire alapozod ezt. Ő is itt ül az első sorban. Azt mondta, hogy látom rajtad, hogy oldódnak meg a problémáid. Látom rajtad, hogy jobban alakul az életed. Látom arra, hogy minden kezd jóra fordulni. És én csak mosolyogtam, és azt mondom, ez így látszik. És tényleg onnantól megtanultam mosolyogni, még jobban. És valóban, mikor jöttem a képzésre, volt olyan, hogy emlékszek rá, hogy szomorú voltam, és a hátsó sorban, a sarokban voltam, és most már én is itt vagyok elő az első sorokban. Amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy a vezetőmnek, a PPH Nyílt Akadémiának, a Szedlacsik Miklós képzései, tanításai, a módszereknek, hogy idáig eljutottam, mert ez egy csoda. És ezt nagyon sok embernek meg kellene tanulnia, ismernie. És valóban az életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a PPH Nyílt Akadémián tanulni. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coachképzései által az életemben jobban tudok bánni önmagammal, a párommal, a gyerekeimmel, másokkal, és nem utolsó sorban a pénzzel. 2021-ben még egy nagyon nagy összegű jelzálog hitel volt a nevemen. Ez ebben az évben 0. És tudom, hogy ezt mind annak köszönhetem, hogy itt tanulok. A tudás, a módszerek, a másképp gondolkodás, a másképp leragálni élethelyzeteket, más felfogás, ez mind egyben PPH Nyílt Akadémia coachképzés. Azt javaslom neked, hogyha úgy érzed, hogy az életed valahol elakadt, akkor gondolkodj el, hogy ha szeretnél változtatni az életeden, most jelenleg akciós áron 19.700 forint első havi tandíjon be tudsz kerülni ebbe az üzleti lehetőségbe. 2. hónaptól 12.500 forint. Ha tanulóként szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod,
hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Még egyszer megköszönöm Szedlacsik Miklósnak, hogy házigazda lehettem a mai napon, ezen a csodálatos napon. Mindannyiunknál vannak kint felismerések, hogyha jöttök erre felé, akkor légy szíves, az asztalra rakjátok le őket, hogyha találtatok a mai nap, éppen 3 napban felismerést. És szeretnék beszélni még a körbenállásról, ugyanis egy 3 napos vezetőképzőnek a végéhez érkeztünk, és a vezetőtársaimmal együtt egy körbenállásban fogunk most részt venni, ezzel zárjuk ezt a csodálatos hétvégét. A körbenállás arról szól, hogy kört alkotunk, a bal kezünk fönn felé tartva, a jobb kezünk lefelé tartva, és kört alkotunk, és ezzel az energiákat egy kicsit megmozgatjuk, ami megint nagyon jó érzés lesz, 2 zene kíséretében. És onnantól pedig, ha ennek vége lesz, akkor zárjuk a mai napot, és mindenkinek nagyon-nagyon sikerekben, boldogságban, szeretetben, gazdag napokat kívánok, és széles utat hazafelé. Köszönöm szépen!